A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed órában végig a Vác vezetett, aztán utolért ellenfelét a Kisváda. Sőt, a félidő derekán a vezetést is átvette Bakó Botond együttese, ez azonban átmenetinek bizonyult, a szünetre már 16-17-es állásnál vonultak le a játékosok. A második játékrész sem hozott jelentős változást, fejfej mellett haladtak a csapatok, úgyhogy a házigazda töltötte be az üldöző szerepét. 29-29-nél még egyenlő volt az állás, a hajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, akik így egy gólos győzelemnek örülhettek a mérkőzés végén. Nagy csata volt, bizonyos időszakokban kifejezetten egy komoly taktikai küzdelem is folyt a pályán. Nagyon nehéz felkészülni a Kisvárda játékából, nagyon speciális támadó játéka van. Bizonyos időszakokban megoldottuk, de a mérkőzés teljes időszaka alatt azért volt problémánk, főleg az első fél időben a védekezéssel elsősorban. A Kisvárdának a beálló játékát nem tudtuk tartani, Dombi Luca nagyszerűen produkált ma is, és pedig készültünk rá, és őt nem igazán tudtuk tartani. Végig azt éreztem, hogy a kezünkben lehet a mérkőzés, de nagyon szívósan tapadt ránk az ellenfelünk folyamatosan. A hazaiak edzője nem csak a vereség miatt volt bosszus, hanem azért is, mert a szezonban már 5. alkalommal maradt alul egy góllal a csapata. Bosszus vagyok, illetve haragszom magunkra, és nagyon-nagyon régen beszéltem keményen a lányokkal, de most a mérkőzés után az voltam, hiszen de nyilván ez teljesen mindegy, mert azt gondolom, hogy most már sokadik egy gólos mérkőzésünk, és eddig mindig úgy léptünk túl rajta, hogy ott vagyunk, közel vagyunk, nem baj, csináljuk, stb., de egy picit most hiányérzetem van, mert a második félőben nem is tudom, hogy hányszor, de 4-szer biztos támadtunk X-nél a vezetésért, hogy legalább egyszer átvegyük a vezetést, és az lélektanilag hát, ha valamit fordít, és ezekben a kurz szituációkban, amit mondta Zoli, hogy náluk megvoltak azok az egyéni teljesítmények, amik ezekben a kulcsmomentumokban döntöttek, nálunk ezeknél a szituációknál, ezeknél a helyzeteknél megremegtek a kezek. A mezőny legeredményesebb játékos a Dombi Luca volt, aki a vereség miatt nem tudott örülni 8 góljának. Nagyon csalódottak vagyunk, hogy megint nem sikerült itthon tartani a 2 pontot. Megint kulcs szituációkban úgy gondolom, hogy egyáltalán nem volt rendben senkinek a feje, illetve nem tudtunk annyira koncentrálni, hogy esetleg egy X-re kihozzuk a mérkőzést. Hát megyünk tovább, és remélem, hogy a következő mérkőzés már nekünk fog kedvezni. Az NB1-es tabella élén a Győr áll 34 ponttal 100%-os teljesítménnyel. A Kisvárda 12 ponttal a 8. helyen várja a bajnoki folytatást. Előtte azonban a Magyar Kupában a legjobb 4 közé jutásért vasárnap érdemli pályára Bakó Botond együttese.